nagyobb odafigyelés az utakon, számos veszélyt rejt az őszi közlekedés. Árvízi gyakorlat. Mintegy 9 szervezet képviseletében közel 200 fő vett részt a közös katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlaton. Köd, lehullott falevelek, felhordott sár, csak néhány azon tényezők közül, amelyek ősszel még nagyobb veszélyt jelentenek az utakon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A közlekedőknek a romló látási és útviszonyokra való felkészülésen kívül járműveik műszaki állapotára is oda kell figyelniük, a téli gumik felszerelése pedig hamarosan aktuálissá válik. Az elmúlt hétvégén állítottuk vissza az órákat, ezzel elkezdődött a téli időszámítás. A leghidegebb évszak közeledtével egyre rövidebbek a nappalok, korábban besötétedik és egyre többször párás, ködös az idő. A megváltozott látási viszonyokhoz pedig a közlekedőknek is alkalmazkodniuk kell, fel kell rájuk készülniük. Mielőtt azonban az utakra gördülnek járműveikkel, fontos, hogy leellenőrizzék azok műszaki állapotát, hogy hibátlan legyen, és alkalmas a szezonális közúti közlekedésre. Ilyenkor már egész nyugodtan felszereltethetik a téli hómintázatú gumiabroncsokat. A gépkocsinak a világító berendezését ellenőriztessék le. Tudjuk, hogy nagyon nehéz most ilyet kicserélni otthon házilag, érdemes szakműhelybe, akinek ki van égve egy izzó, akár első, akár hátsó, akkor azt tessék pótolni a hiányosságot, mert a szabályok értelmében az olyan gépjármű közötti közlekedése alkalmatlan. És nem csak akkor kell a gépkocsival foglalkozni, mikor műszaki vizsgáztatásra, vizsgaállomásra visszük, hanem menet közben, sőt, ugye úgy van a szabály, hogy reggel, indulás előtt mindig ellenőrizzük a világító berendezéseket. Nagyon fontos, hogy a gépjárműnek a fagyáló folyadék, az ablakmosó folyadék, az már lehet a télivel feltölteni, és nagyon fontos, hogy a fékberendezések tökéletesek legyenek, jól fogjanak a fékek. Az utakon nem csak a látási viszonyok romlása ad plusz feladatot a sofőröknek, az útviszonyok is megváltoznak ebben az időszakban. A lehullott falevelek ugyanis csúszóssá tehetik a burkolatot, főleg ha a reggeli pára vagy más csapadék miatt még nedvesek is. Az út ettől akár olyan síkossá is válhat, mintha jég borítaná be, amellett, hogy a nagyobb kátyúkat is elfedi az avar. Nem csak a falevelek, hanem a sáros, sárfelhordás és az őszi időjárás, amikor köt pára, vagy netán le van fagyva az éjszakai pára felüljárókon, aluljárókon, hogy akkor csökkentsék a sebességet a járművezetők, hirtelen ne fékezzenek. Napokon belül ugye télies, pontosabban az ősz végén olyan időjárási változásokra lehet majd figyelni, és erre a meteorológia mindig felhívja a lakosság figyelmét, hogy ha mínusz hőmérséklet, akkor általában lefagy a pára, és az már csúszás veszélyen jár. Az őszi szántóföldi munkák miatt sok mezőgazdasági géppel és vontatmányával is találkozhatunk az utakon. A balesetek elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy ilyenkor is megfelelő sebességgel, követési távolsággal és a kanyarodási szabályok betartásával közlekedjünk. Emellett az is fontos, hogy a menetokmányok és a kötelező biztosítás érvényességét is szem előtt tartsuk. Mintegy 9 szervezet képviseletében közel 200 fő vett részt a közös katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlaton csütörtökön Szabolcs-Veresmart mellett. A káros árvízi jelenségek elleni védekezés során a Szabolcs-Veresmarti gát szakaszt homokzsákokkal megmagasították, a fakadó vizek miatt ellennyomó medencét építettek, illetve a töltés-bordás megtámasztását is elvégezték. A gyakorlat során a mentőcsoportok szakmai minősítését is szerezhettek. Homokzsákokat töltenek, majd hordanak a honvédség tartalékosai Szabolcs-Veresmart mellett a Rétkezi tó partján. Közben a Feti vízik szakemberei és a katasztrófavédelem munkatársai is teszik a dolgukat a komplex katasztrófavédelmi felszámolási együttműködési gyakorlaton. Komplexitását adja a gyakorlatnak, hogy a katasztrófavédelem hivatásos állománya mellett a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár, a 2. vitéz Vatai Antal területvédelmi tartalékosok, a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet állománya van jelen, illetve a kisvárdai, záhonyi és ibrányi és járási mentőcsoportok, és a gávavencselői települési mentőcsoport. A mai gyakorlatnak az a célja, hogy egy valósághoz közeli helyzetet teremtsük, tehát itt Szabolcs-Veresmart település árvíz által veszélyeztetett.
és most a feltételezett helyzet szerint egy árvízi helyzet alakult ki, káros árvízi jelenségek jelennek meg a település határában, amely ellen kell védekezni az önkéntes mentőcsoportok, illetve a felsorolt szervezetek állományának. Az árvíz elleni hagyományos védekezési módokon túl újkori mobilgátos védekezési rendszert is használtak a gyakorlat során, tette hozzá Gyenge László. Ezen a másik helyszínen pedig már úszadékfát csörlőznek ki a vízből a honvédség segítségével, melyet aztán az önkéntes tűzoltók daraboltak fel, és a vízügyi szakemberek szállítottak el. A gyakorlat egyben értékteremtő is, az itt látható homok mennyiség eddig nem volt itt letárolva, viszont a gyakorlat végeztével is itt marad a helyszínen, annak érdekében, hogy a jövőben egy valós védekezés során segítse az itt folyó védekezést, illetve a bedőlt fáknak az eltávolítása is mindenképpen hasznos. Ezzel párhuzamosan Szabolcs-Veresmarty településen egy kitelepítési gyakorlat is folyik. Ahogy említettem, Szabolcs-Veresmart árvíz által veszélyeztetett. Hogyha olyan helyzet alakul ki és elrendelik, akkor a település lakosságának a kitelepítése válhat szükségessé, illetve befogadó helyként Kisvárda település van tervezve, így az itteni, a kitelepített személyek befogadását pedig Kisvárda településen gyakoroljuk. Gyenge László hozzátette, a gyakorlat egyben egy újra minősítő gyakorlat is az önkéntes szervezetek számára, mellyel a Belügyminisztérium nemzeti minősítési rendszer szerinti alapvető vízkán elhárítási tevékenység szakterületű minősítéseket újíthatják meg. Ez pedig azt jelenti, hogy ár- és belvízi helyzetekben ezek a szervezetek képesek önállóan is beavatkozni. Új mobil applikáció segítheti a tájékozódást a Nyíregyházi Állatparkban. A Sóstó Zoo nevű alkalmazás kifejlesztését körülbelül egy éve kezdte el Jakab Zsolt. A cél eredetileg egy digitális térkép kifejlesztése volt, ám a programnak köszönhetően a látogatók a legfrissebb hírekről és az állatokkal kapcsolatos aktualitásokról is értesítést kaphatnak. Az alkalmazás ingyenesen letölthető okostelefonokra, használatához azonban nem szükséges internet hozzáférés. A Nyíregyházi Állatpark szóvivője kiemelte, az applikáció kifejlesztésében a környezet tudatosságnak is nagy szerepe volt. Évente 500 000 vendég érkezik hozzánk, tehát 500 000 térképet eddig ki kellett osztani számukra, és azt tapasztaltuk szomorúan, hogy ez egy-két órán belül a szemétben landol, és nagyon fontos ez a környezettudatos magatartás, és egy évvel ezelőtt Jakab Zsolt odavetődött hozzánk, és egy teljesen más ügyben elkezdtünk beszélgetni, viszont utána felvetődött egy közös ötlet, egy applikáció kialakítására, egy mobil digitalizált térkép bemutatása, ami nem csak térkép, hanem számos más újdonsággal is szolgálhat az ide beérkező vendégeknek. Rablás büntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntette miatt 7 év, 8 hónap fegyházbüntetésre ítélte, és 8 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától a Nyírbátori Járásbíróság TJR vádlottat. A tényállás szerint a vádlott 2019. január 5-én a 4911-es számú főúton található MOL benzinkúthoz érkezett, és egy műanyag kannába benzint tankolt. Ezután bement a benzinkút üzletébe, a magával vitt géppisztolyt a kútkezelőre tartotta, és felszólította őt a bevétel átadására. A kútkezelő a pénztárban lévő készpénzt átadta a férfinak, aki ezután a gépkocsijával elmenekült. A rendőrség a 41-es főúton elfogta a vádlottat és a nála lévő készpénzt, lőfegyvert, géppisztoly töltényt lefoglalta. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosabb büntetés kiszabása érdekében fellebbezést jelentett be. A vádlott és védője 3 nap gondolkodási időt tartott fent. Mintegy 8 hektáros területen végez tisztítási és gyérítési munkálatokat a Nyírerdő ZRT nagyszállás közelében. A kivágott akácfákat méret és minőség alapján válogatják szét, így meghatározható, hogy azokat ipari célra vagy tűzifaként használják fel. A fakitermelés időszakában érdemes körültekintően közlekedni a munkálatok helyszínén és környékén. Ez az erdőterület Nyíregyháza és Nagyszállás között található. A Nyírerdő ZRT dolgozói mintegy 8 hektárnyi területen termelik ki itt a vágás érett akácfákat. A kijelölt egységen meglehetősen idős és gondozatlan fák magasodtak, ezért volt szükség a gyérítésre. A munkálatok helyszíne ugyan kevésbé látogatott terület, mégis arra kérik az arra járókat, hogy fokozott odafigyeléssel közlekedjenek. Itt egy akácos erdő részletben járunk, egy 37 éves akácosról van szó. Ez igazából
már egy olyan állapotú volt, hogy a véghasználata indokolt volt, hát ez egy tarvágásos fakitermelés, az azt jelenti, hogy a területen minden fát kivágunk. Egyrészt, mert előregettek a fát, másrészt azért, mert az erdőfelújítás is ezt szükségessé teszi. Ahogy mondtam, ez egy akácos faállomány, amit most termelünk, mintegy 8 hektáros területen. A fakitermelés követően vágástakarítási munkálatok következnek. Jövő tavasszal aztán felszaggatják a kivágott fák ott maradt gyökérzetét, a fiatal sarjakat pedig ápolják, hogy aztán remélhetőleg közel 40 év múlva azok is készek legyenek a kitermelésre. A farönköket méret és minőség alapján is szétválogatják, ez alapján döntik el, hogy milyen célra hasznosítják majd őket. A kivágott fának egy része, közel a fele tűzifa, tehát vastag tűzifa, a másik része ipari fák lesznek. Ezeket az ipari fákat egyrészt feldolgozzuk, Nyíregyházán, Sóstóhegyen a hagyatmányüzemünkben, más része pedig értékesítésre kerül, mint ahogy a tűzifa is. A kivágott akácokat nem csak vállalkozók vásárolják, azok az önkormányzatok is benyújtották igényeiket, akik pályáztak a Szociális Tűzifa Program 2019-es kiírására. Egyre több, már közel 100 új pszichoaktívszer ismert Magyarországon. A köznyelvben csak designer drognak nevezett anyagok elsősorban a szegényebb rétegekben, a fiatalok körében elterjedtek. Sokan csak pillanatnyi élvezetre vágyva fogyasztanak belőlük, ám teljesen kiszámíthatatlan, kiből mit váltanak ki ezek a szerek. Hazánkban sem ritka, hogy nagyvárosok, elsősorban szegény negyedeiben mindennapos látványa fetrengő vagy épp zombivá merevedett emberek, főleg fiatalok látványa. Ennek oka, hogy az ilyen tüneteket okozó designer drogok viszonylag olcsók és könnyen beszerezhetők, emiatt is élnek velük sokan, amellett, hogy hajtja őket a kíváncsiság, az újfajta élmények iránti vágy, vagy épp a tiltás elleni harc. Előállítóik épp ezekre építenek. Olyan emberek találják ki, akik a kémiában valamennyire járatosak, viszont az, hogy emberekre milyen hatással van, az meg mindig akkor derül ki, amikor kikerül a piacra. Ezeket azért nagyon sokszor tömegével behozzák keletről, jó Isten se tudja, hogy milyen körülmények között állítják elő ezt az anyagot, mennyire figyelnek a kémiai tisztaságra, és hát egy csomó olyan egészségi kockázatra, amit egyébként gyógyszergyártásnál nagyon keményen be kell tartani. Mivel ezek az anyagok nincsenek tesztelve élőlényeken, kipróbálóik lényegében emberkísérletben vesznek részt, amelyért még fizetnek is, tette hozzá az orvos. Mivel a hatásukkal és a következményekkel nincsenek tisztában, azt hiszik, a kábítószereknél sokkal kevésbé ártalmas anyagot visznek be a szervezetükbe. Függőség azonban ezeknél is kialakulhat. Pár hónap használat után pedig látványos romlás tapasztalható a központi idegrendszerben. Csökken a tanulás és mérlegelési készség, valamint a memória funkciók. A 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakértő bízik abban, hogy ha a fogyasztók tudják, mit használnak, akkor dönteni is tudnak. Kell, hogy legyenek ismereteik, ezek az ismeretek valódi ismeretek legyenek, és ne olyan biztató mondatok, amik igazából marketing fogások azok részéről, akik ezt árulják, és akiknek egyébként tényleg jó üzlet, mert nagyon sok, nagyon nagy haszonkulcsal tudják ezeket a szereket előállítani. Másrészt, hogy legyen ott egy család, akihez lehet fordulni, akivel meg lehet beszélni a problémákat, meg aki azt is tudja kezelni, hogy a gyerek elmondja, hogy figyelj, anya, kipróbáltam, ezt éreztem, és akkor beszéljünk róla. És akkor a szülő helyére tudja tenni, nem a kíváncsiság a baj, és nem a kipróbálás a baj, hanem az a baj, hogy a gyerek magára marad, és kialakul a függőség, úgyhogy talán észre sem vesz. Gyanús lehet a szülők számára, ha a gyermeküknek nincs alkoholszaga, mégis furcsán viselkedik, bódult, sokat alszik, vagy nem lehet vele beszélni. Az addiktológus szerint, ha kiderül a fogyasztás ténye, beszélni kell a problémáról. Ha pedig megtörtént a baj, mindig van kihez fordulni, így például drogambulanciákhoz, kórházakhoz, ifjúsági ellátóhelyekhez vagy civil szervezetekhez. Erdélyi Ágnes hozzátette, le lehet a designer drogokról szokni, de nehezebb, ha nincs motiváció vagy jövőkép. Abban pedig a felnőtteknek is nagy felelősségük van, hogy a fiatalok megtalálják a céljaikat. Megszerezte negyedik bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának hatodik fordulójában lejátszott mérkőzésen 92-82-re nyertek a Pécsi VSK második csapatának otthonában.
Sérülések és betegségek miatt több nem teljesen egészséges játékossal a soraiban utazott Pécsre a nyíregyházi együttes, azzal a céllal, hogy sorozatban negyedik bajnoki győzelmét szerezze meg, amíg nyeretlen hazaiak ellen. Az első negyedben már 13 pontos vezetést szereztek a kékcápák, majd a nagyszünetig újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz a vendégek. Fordulás után is nőtt a különbség, az utolsó negyedben aztán felzárkóztak a pécsiek, de a nyíregyházi győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben. Valóban egy olyan csapat ellen játszottunk, amelyik még nem nyert mérkőzést ebben a bajnokságban, de ennek ellenére nem kell ezt a csapatot lenézni, hiszen egy nagyon jó szerkezetből álló fiatal csapat, és biztos vagyok benne, hogy fognak még meglepetést okozni ebben a bajnokságban, és az előző körben a MAPC is nagyon megszenvedett náluk. Mindennek tükrében úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk azzal az eredménnyel, amit elértünk, hiszen a mérkőzés elejétől fogva mi vezettünk és mi domináltunk a találkozón. Annak ellenére, hogy elég sok sérültünk van, szerencsére ezek nem nagyon komoly sérülések, de nem kellett volna az, hogy esetlegesen egy erős bevetéssel túlkockáztassuk az ő játékukat. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy alapvetően egy picit kímélve a csapatot simán tudtunk győzni. Annak nem örülök, hogy a mérkőzés végén egy kicsit fegyelmezetlenné váltunk, és megengedtük, hogy a több mint 20 pontos vezetésből a Pécs visszajöjjön 10 pontra, de igazából nem volt olyan szakasz a mérkőzésnek, amikor bármikor is izgulni kellett volna azon, hogy megnyerjük a találkozót, vagy sem. A nyíregyháziak legközelebb a jövő hét végén játszanak bajnoki meccset, így a betegségek, sérülések gyógyítása mellett új elemek gyakorlására is lesz lehetőségük a cápáknak. Szeretnénk bizonyos dolgokat megtanulni, bizonyos dolgokat fixálni, és változtatni is fogunk néhány dolgon a támadó játékunkban, illetve a védekezésben is. Ugye felgyorsult már a kosárlabda, és felgyorsult a világ is, és éppen ezért mindenkiről tudunk mindent, úgyhogy nem nagyon lehet már úgy játszani, mint ahogyan néhány évvel ezelőtt, vagy akár 10-15 évvel ezelőtt, hogy egy bizonyos taktikát végig lehetett vinni az egész bajnokság során. Mindig szükséges megújulni. Ez sem fog sokáig tartani, de legalább ha egy csapatnak az első negyedben tudunk valami újdonságot mutatni, vagy valami meglepetést mutatni, az már elérheti azt az eredményt, ami nekünk szükséges. A Nyíregyháza a Bursász következő bajnoki meccsén október 10-én vasárnap az MTK Elite Basket csapatát fogadja a Continental Arénában. A Nyíregyháza Spartacus két kapus edzője is megszerezte a jelenlegi legmagasabb minősítést, az UEFA A kapus edző diplomát. A felnőtt csapatnál dolgozó Tuska János és az utánpótláskorú kapusok felkészülését segítő Pintér László sikeres vizsgát tett az MLS által szervezett egyéves képzés zárásaként. 6 évvel ezelőtt indítottak Magyarországon először UEFA A-licenszes kapusedzőképzést, akkor 16 tréner szerezte meg a legmagasabb képesítés jelentő diplomát. Az MLS másfél évvel ezelőtt ismét meghirdette a tanfolyamot, amelyre 15-en nyertek felvételt, köztük a nyíregyházi Pintér László és Tuska János is. Utóbbi elmondta, hogy az elemzés, felkészítés legkorszerűbb módszereit elsajátítva gyarapíthatták tudásukat. A labdarúgás az folyamatosan fejlődik. A legnagyobb fejlődésen szerintem az utóbbi 20 évben a kapusjáték ment keresztül, mert amellett, hogy ugye nyilván a gól megakadályozás az elsődleges szempont, most már a kapus az első támadó játékos is, aki ugye akár hosszú indításokkal, egy jó kirúgással, kidobással meg tudja szervezni a csapat a támadó játékát. Úgyhogy nagyon, nagyon sokat fejlődött a kapusjáték, van is még benne, ugye a szabálymód módosítások mindig nehezítik egy kicsit a kapusoknak a dolgát. Én azt vallom, és azt szerint képezzük a kapusokat akár az utánpótlásban, akár pedig a felnőtt csapatnál, hogy kettő nagyon fontos szegmense van a kapusjátéknak. Az egyik az adott szituációban a helyes pozíciónak a felvétele, hogy honnan indítjuk azt a védést vagy azt a mozgást, illetve a lábbal való játék, illetve kézzel való játék nyilván a mélységi forgatásoknál, indításoknál nagyon nagy szükség van most már ezeknek a képzésére is. Tuska János a felnőtt csapatnál három kapussal dolgozik együtt, akik szerinte abszolút nyitottak az új módszerekre. Én azt gondolom, hogy az ország egyik legjobb magyar kapusával dolgozhatok együtt, a Jóval Evente személyében, aki bár egy nagyon remek pályafutás áll mögötte, és nagyon magas szinten védett, ugye a Fradiba bajnok is, kupa győztes, szuperkupa győztes, de még mindig látom a rajta, hogy tanulni, fejlődni szeretne. Nagyon sokat videóelemzünk különböző szituációkról, mérkőzi szituációkról, nem csak a sajátról, hanem esetleg nemzetközi mérkőzésekről is, és nagyon nagy fejlődés látom.
látok több szegmensben az ő játékában. Emellett ugye két fiatal kapus van, aki pedig akár a Leventétől, akár pedig az említett módszerek alapján edzés teljesítményben, mérkőzés teljesítményben igen komoly kiugrást érnek el. A szövetség tervei szerint Magyarországon az élvonalban, az NB2-ben és a kiemelt akadémiákon rövid időn belül csak olyan kapusedzők dolgozhatnak majd, akik rendelkeznek UEFA A-licences diplomával. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Köd, pára, lehullott falevelek, felhordott sár, csak néhány azon tényezők közül, amelyek ősszel még nagyobb veszélyt jelentenek az utakon. A közlekedőknek a romló látási és útviszonyokra való felkészülésen kívül járműveik műszaki állapotára, például a fék és világító berendezésekre is oda kell figyelniük, a téli gumik felszerelése pedig hamarosan aktuálissá válhat. Mintegy 9 szervezet képviseletében közel 200 fő vett részt a közös katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlaton Szabolcs-Veresmart mellett a Rétközi tónál. A káros árvízi jelenségek elleni védekezés során a Szabolcs-Veresmarti szakaszt hagyományos és modern eszközökkel védték. A gyakorlat során a mentőcsoportok szakmai minősítést is szerezhettek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 1-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!